Az egyik arról szólt, valaki leírta, hogy, hogy egyébként nagyon szereti az adásunkat, meghallgatja, de hogy nem érti, hogy mi miért vagyunk ennyire paks kettő ellen, és kérte, hogy teljesen korrektul és, és tényleg kultált, hanem egy kérte, hogy intokoljuk meg, mert hogy azt mondja, hogy hát ugye a legnagyobb probléma ma az energiatárolás, és ezt a közeljövőben sem lehet semmivel sem megoldani. Ha még paks egy termését ki is tudnánk váltani, akkor is ugye energiatárolás lenne szükség, és ezt atomerőmű nélkül nem lehet megcsinálni. Latinak volt erre egy válasz, de ezt meg, meghallgattam, hogy nektek mi a véleményetek. Hát egyszerűen nem, gazdaságilag nem, nem lesz megtérülő a 2, tehát hogy nincs értelme abba ölni azt a rengeteg pénzt, amit hogyha szépen lassan elköltenénk zöld energiatermelésre és energiatárolásra, akkor, akkor kijönne a, a matek, és meg lehetne termelni azt, a, azt az áramot, amit, amit most vagy majd Paks 2-től várunk, de az igazán nagy különbség az, hogy ha, ha hagynánk, hogy szélenergiát, meg napenergiát ö, hasznosító ö, erőművek épüljenek, akkor azokat az erőműveket piaci alapon a befektetők megfinanszíroznák. Paks 2-t nekünk kell összetopnunk, mi kell megfinanszíroznunk. Szerintem ez a, ez a legnagyobb különbség a kettő között és maximum, hogyha ha valami örekölteni kell, akkor az az energiatárolásnak a támogatása. Tehát, hogyha állami programokban a, kifizeti az állam az a most még nagyon drága energiatárolók egy részét a, a piaci szereplőknek, akkor, akkor igenis ez a feladat, ez megoldható. Ez az én meglátásom. Igen, abszolút egyetértek veled, hogy ez nem technikai kérdés, vagy nem technikailag van be bajunk az atomerőmű Pax II építésével, hanem pénzügyileg. Gyakorlatilag, ahogy erről Laci rengeteg cikket írt a mi oldalunkon is, egy atomerőmű soha nem annyiban kerül, mint tervezik, és soha nem akkor készül, amikor tervezik. Ha ez az eredeti áron elkészült volna, és már KB mostantól nem tudom pontosan, mi volt az első szabály. Igen. Szám akkor szám. Tehát akkor gyakorlatilag már majdnem kezdene termelni, akkor azt mondom, hogy minden oké. Okay. Na, De többször annyiba fog kerülni, jóval később fog termelni, és itt szokták példának hozni, hogy de a bolond méregzöld németek leállították az atomerőműveket, és most milyen sokba kerül ott a lakosságnak, meg mindenkinek az áram. Hát most igen, fogadjuk el, hogy ez így van. Csak kicsit úgy gondolom, hogy a németek ezzel a jövőbe fektetnek be, hogy most kifizetik ezt a drága áramot az átállási időszaka alatt, és utána, amire nekünk elkezd termelni Paks 2, nekik lesz korlátlan mennyiségű kvázi ingyen áramuk, vagy nagyon olcsó áramok. Tehát ők most arra költik a lakosság, meg mindenki az egész ország pénzét, hogy egy olcsó, jól működő senkitől nem függő, tehát ilyen, nem is tudom, tehát nem kell, nem kell hozzá fűtőelemeket importálni igen, olyan országokból, ami, ami, ingoványos. Igen, pak tehát egy... gigantikus függőség. Igen. Igen, ráadásul rengeteg pénzbe kerül, és majd az unokáink fogják kifizetni. Amikor a német, jelenlegi német állampolgárok unokái kvázi ingyen energiával fognak élvezkedni. Igen, meg azért sajnálom én azokat a szerencsétlen németeket, akik nem tudom hányszor annyi pénzt fizetnek az áramért, és, és, áramért, és még így is jobban élnek, mint mi. Tehát, hogy meg tudják fizetni, ki tudják fizetni az áramárat, akkor miért probléma? Igen, alapvetően felolvasom, Laci mit mondott. Laci két dologgal ö foglalkozott ebben a komment egyikre, azt mondta, hogy Magyarországon rengeteg energiatárási kapacitás van, csak jelenleg földgázra használjuk, ugye, és ott lehetne zöld hidrogént tárolni. Ugye többször itt már róla, hogy elég sikeres kísérletek folytak a világban, hogy a jelenlegi földgáztárolókat át lehetne alakítani hidrogént tárolókat, tehát hogyha mondjuk nyáron napenergiával felesleges, akkor felesleges hidrogént termelünk, és azzal elrakjuk térre, akkor a gáztartályokban, a gáztározókban ezt meg lehetne oldani illetve azt is írta a Laci, hogy a világ áramtermésen belül a nukleáris energia 10%-ot sem ér el, és egyre csökken a súlya, miközben egyre kisebb egy kilovatúrára eső kibocsátás, nem épp, ez nem éppen azt mondja, hogy az atomenergia megkerülhetetlen. Én ahhoz csatlakoznék, amit Szöcske mondott, hogy tényleg Lacinak csomó cikke volt erről, hogy mindenhol két-háromszoros vagy többszörös szorzott tudunk mondani arra, hogy mennyi idő alatt épülnek meg az eleve évtizedig épülő atomerőművek, és akkor 15-20 év után vagy betemetik, vagy megépítik, de horribilis költségek, a két, annyira, mint, mint tervezték. És Magyarország is erre példa. Hát nézzük meg, 25-ben kellett volna kb. Mennyi a Paks 2-nek, arról beszélünk, hogy jelenleg a büfében nem tudom én csempéznek. Ehhez képest alapozások körül tartunk, és oké, okay, volt közben háború, meg mi egyéb, de attól még a betont nem lehetett ami ami csúszott igen. Tehát, ha mondjuk nem, nem, nem orosz cég otthon, ami alkatrészt, hanem egy német, azt át tudták volna már tenni. E, és ugye valóban múltkor is volt egy kommentünk, valaki azt mondta, hogy hát miért mondjuk, hogy ez nem függőség, mert a napelem meg az akkumulátor is függőség, de azt kvázi egyszer kell egyáltalán, és 20-30 év működik mondjuk. Nem azon, hogy folyamatosan üzemanyagot kell hozzávenni, aztán a sugárzó üzemanyagot hosszú távú tárolásra megint csak visszaküldeni Oroszországba. Úgyhogy ezzel lesz szerintem a. a igen, konéva. is legrosszabb esetben, hogyha azt mondják a kínaiak, hogy, hogy, nem adnak nekünk több napelem cellát, akkor legyártjuk, tehát akkor, akkor újra Európában a napelem gyártást, és akkor ö, le lehet gyártani itt is a napelemeket. Most azért nem gyártanak Európában napelemeket, mert gazdaságilag nem éri meg olcsóbb. Kínából olcsóbb. lenni. De hogyha ha ez lesz a függőség alapja, és nem, nem kapunk onnan, vagy csak nagyon drágán kapunk, akkor megéri majd így a, a és, és nem fogunk függeni tőlük. Tehát ez a függőség ez nagyon könnyen kiváltható a, a, az urán, a dúsított uránt, vagy mit tudom, mi kell a fűtőelemekbe, azt, azt nem tudjuk máshonnan megvenni, mert ráadásul még ezeknek a formátuma is más, tehát nem az van, hogy a, akkor a franciáktól akkor a franciáktól veszünk, is. igen. Igen, tehát hogy mert ők nem tudnak ilyen formátumú gyártani, vagy nem akarnak, vagy mit tudom én, tehát hogy ez, ez nem ennyire egyszerű. És hú, nem is nem tudom, mit akart, valamit akartam megmondani, de majd eszembe jött. Abba szerintem Szöcskének teljesen igaza van, hogy, hogy amikor ezek a zöld beruházások megtérülnek, akkor kvázi beláthatatlan gazdasági erőnye lesz annak, akinek akkor szinte ingyen van az áram, és az látja az iparát árammal, míg mi nyögjük a több ezer milliárd euróval többe kerülő atomerőműnek a költségeit még Igen. 30 évig. Igen, azt akartam az előbb mondani, hogy ugye ez nagyon hasonlít ahhoz, mint ami a, a verseny volt a az elektromos autó meg az hidrogén-üzemanyagcellás hidrogén üzemanyagcellás autó között, hogy egy időben úgy tűnt, hogy gyakorlatilag ö, megkerülhetetlen a hidrogén autó, míg nem a technológiai fejlődés el nem jutott arra a szintre, hogy az elektromos autó az más szinte mindenben jobb választás, mint a, a hidrogén-üzemanyagcellás, és gyakorlatilag a, a, a kettő összehasonlításában ö, egyszerűen nincs értelme a, a drágában üzemeltethető hidrogén-üzemanyagcellás autót, Megvalósítani és elterjeszteni. Most ugyanez van egy időben, óriási jelentősége volt az atomerőműveknek, a, a, a nukleáris energiatermelésnek, mert egyszerűen nem volt alternatívája, nem volt jó olyan megoldás, amivel ennyire tisztán és ennyire olcsón lehetett termelni. De ma már van. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a lényeg az egésznek. Nem az a probléma, hogy nem jó az atomerőmű, mert egyébként nem jó, de De nem az a probléma, hogy technikailag nem megfelelő, hanem az a probléma, hogy van jobb alternatíva, olcsóbb alternatíva, tisztább alternatíva, függetlenebb alternatíva. Tehát, hogy szinte minden szempontból jobb. Igen, hogy én... arról még mi mindig nem beszélünk, hogy itt akkumulátorokkal vinnénk át következő éjszakra az áramot, nyilván ott inkább a hidrogén játszik közre, de azért itt is azt látjuk, hogy most már én 56-58 dollár körül van kilowatt-órája az LFP akkucelláknak, ugyan jól emlékszem, hogy most az pak szinten vagy cella szinten volt, de akármelyik, akár is Egy eh, brutálisan... A pak, pak szinten olyan nyolc. szinten az, igen. Szóval a lényeg az, hogy ha cella szinten 50-60 dollárokról beszélünk, ez töredéke annak, mint ami pár éve volt. Úgyhogy én még csak azt sem mondanám, hogy nem lesz nagyobb szerepe úgy egyébként az akus energiatárolásnak, még akár évszakok között is, de lehet, hogy nagyságrendi probléma. Tehát arról nem beszélve, hogy nem kell a litium alapú, tehát ott teljesen lesz a nátrium alapú akú, hogyha a helyhez kötött akúkról beszélünk. Hát meg, okay. meg okay, egy, egyéb technológiák yeah. is vannak, és akkor promóznék Laci, Most a hétvégén van egy cikke, friss cikke egy magyarországi projektről. Most itt első alkalommal fognak egy ilyen energiatárolót telepíteni, érdemes elolvasni. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a rövid videót. Ez egy kiragadott részlet egy hosszabb beszélgetésből, amelyben szó volt a Tesla gyár elleni merényletről, illetve a kínai autók ellen az EU által bevezetendő védővámról és egyéb érdekes, izgalmas témákról. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!